Az NB1-es férfi kosárlabda bajnoksága hajrájában tart. A Győriek az alapszakasz nyugati csoportját a 7. pozícióban zárták, így az országos rájátszásban a 9.-12. helyet küzdhetnek. Két győztes párharcon már túl vannak, még egy ilyen megmérettetés vár rájuk az idény befejezése előtt. Az év nem indult simán, hiszen 7 új játékost kellett beépíteni a csapatba. Ez nem volt egy egyszerű feladat, mert mindenki máshonnan jött, más játékot tanult, de végül is igazából az alapja ugyanaz a játéknak. Én azt gondolom, hogy én a védekezésnek vagyok inkább a híve. Inkább jól védekezünk és azzal nyerünk, mint hogy minél több kosarat dobjunk. Ezt kicsit nehéz volt végighúzni a fiúkon, mert mindenki bizonyítani szeretett volna. Mindenki meg akarta mutatni, hogy tud segíteni a csapatnak, csak néha görcsösségbe fordult hát ez a dolog, és nem jól jöttünk ki belőle. Én úgy gondolom, hogy a szezon felétől elkezdtük ezt a jó védekezést, összeálltunk, segítettünk egymásnak, csapatként működtünk, és onnantól nem volt probléma. Az idei B-csoportos mezőny jóval erősebb volt, mint az utóbbi években bármikor, és hasonló színvonal várható a jövőben is. Folyamatosan fejlődik a B-csoport, ez köszönhetően leginkább annak, hogy az A-csoportból kiszorulnak nagyon sokan, főleg a légiós szabály miatt, és ez valóban megerősíti a B-csoportos mezőnyt. Van egy 7-8 csapat, amelyik viszonylag fejfej mellett haladt, mi is ezek közé tartoztunk. Valaki jobban jött ki a végelszámolásnál, viszont én nem gondolnám azt se, hogy mi alul maradtunk volna, ugyanis megtudjuk azt a célt, hát ha nem is érjük el, amit kitűztünk évelején, de megközelítjük. A klub rövid távú tervei között az szerepel, hogy légiósok nélkül saját nevelésű fiatalok csapatba építésével lépjenek mindig előrébb, a távolabbi cél pedig az élvonal. A célt mindenképpen ki kell tűznünk magunk elé, mert a cél mozgatja a rendszert, a cél mozgatja a rendszerben működő embereket, ez motiválja őket. Én azt gondolom, hogy ezt kijelenthetjük, hogy a célunk az, hogy eljussunk az első osztályba, de az nagyon-nagyon sokat kell dolgozni minden területen. Az egyesület kiváló utánpótlás bázissal rendelkezik, a fiatalok közül többen rendszeres játék lehetőséget kapnak a felnőtt csapatban. Legutóbb a Bonyhád ellen éppen a 17 éves Nagy Tamás játékát emelte ki a csapat vezetőedzője.